Ma lett 100 napos Románia kormánya. Ennek apropóján külön kiadásban számol be az RMDS kormányzati tájékoztatójában az eddigi legfontosabb megvalósításokról. A politikában 100 nap jelenti a türelmi időt arra, hogy a kormány véglegesítse legfőbb célkitűzéseit és meghozza a legsürgetőbb döntéseket, mondja Kelemen Hunor. Az RMDS szövetségi elnöke fontos lépésnek tartja a költségvetés elfogadását, amely a kiadások visszafaragása mellett a beruházásokra összpontosít. Kiemelte, 100%-ban helyi szinten marad a jövedelemadó, ami az önkormányzatokat segíti. A magyar lakta települések egészségügyi fejlesztésére 51 millió lejt biztosít a kormány, a marosvásárhelyi repülőtér fejlesztésére 10 millió lejt, Pior megyei fejlesztési projektekre 20 millió lejt, míg a Sepsiszentgyörgyi Ipari Park strukturális fejlesztésére 8 millió lejt különítenek el. A 100 nap nem hosszú időszak, de az alapjait annak leraktuk, hogy egy eredményes kormányzás legyen, amiből a Székelyföldön, Hargitában az itt élő emberek is az életminőség javítását, javulását érezhetik, és kiszámíthatóbbá, biztonságosabbá tesszük a jövőt. Táncos Barna környezetvédelmi tárca vezető a legégetőbb problémák orvoslásával kezdte a munkát. Annyira nehezével kezdtük a bukaresti környezetszennyezési problémákkal, az illegális szemétlerakókkal, a légszennyezéssel, és folytattuk a Szumál 2-vel, amely egy olyan rendszer, amelyel tudjuk ellenőrizni a fa mennyiség szállítását Romániában. A Cseke Attila által vezetett fejlesztési tárca jelentős pénzösszeget különített el fejlesztésekre. Az első 100 nap során közel 5 milliárd lejjel segítette az ország fejlesztését a szaktárca. Emellett a jövőben 200 új bölcsödét építenek, nem utolsó sorban eddig 259 szolgálati és családi lakást adtak át fiataloknak, orvosoknak. Az RMDSZ-es ifjúsági és sportminiszter az országos sportstratégia fontosságát emelte ki. A sportfejlesztési stratégia a következő évek irányát fogja megszabni, kijelölve azokat a sportágakat, amelyek a legnagyobb eséllyel hoznak jó eredményeket. Ennek alapján fogjuk meghatározni azt is, hogy milyen befektetések szükségesek a teljesítmény növeléséhez. Hozzátette, egyik prioritása a fogyatékkal élők sporttevékenységének a támogatása.